Sziasztok, én Gigazítél vagyok, ez itt a Murder Soul Suspect. Most vettem nemrégen Humble Bundle-en, volt ez a jó kis akció, bár nem tudom, hogy akkor még esedékes-e. Ez a játék egy kellemes, nyomozós kis játék, igazából az az egyetlen hibája, hogy túlságosan is szájbarágos. A történet annyi lenne, hogy mi, a nyomozók, a játék elején meghalunk, ez ugyebár nem spoiler, mert ez a legelső mozzanat a játékba. És az az utolsó feladatunk, hogy megtaláljuk a mi gyilkosunkat. Emellett persze lesznek még itt küldetéseink. Ugye van pár ember, aki el akar menni a túlvilágra. És van egy befejezetlen ügye, amit nekünk kell megcsinálnunk, nyomoznunk utána. Például itt az első kis páciens. Mondjuk nem az első, mert az apartmanban volt még egy. Na jó van, ezt elnyomom. Igazából csak mondja, hogy segítsünk neki. Nem úgy tűnik, mintha sok mindenre emlékezne. Kíváncsi, hogy hogy halt meg. És van 5 nyomunk. Na bazd meg, rosszat nyomok. Amit valószínűleg itt fogunk megtalálni. Ezért mondom, túl egyszerű, minden megmutat a játék szinte. Ez egy kép, bekeretezett kép. Nézzük, mit ír. Egy kép. Monom Hanset szerencsétlenség túlélőiről. Milyen szerencsétlenség. Azt hittem, hogy az Berk. Na mindegy. Nézzük, mi ez? Gyertyák. Különböző gyertyák. Egy halom gyertya, amiket évek óta itt lehetnek, nagy részük imádkozáshoz használatos gyertya. Tibeti szerzetesek itt voltak. Itt vannak a keresztjeik is. Megvizsgál. Valamilyen emlékműnek tűnik, fogadni mernék, hogy... Úgy tűnik, hogy az... hogy valami megemlékezés volt itt. Talán ez is köthető a lányhoz. Itt szinte minden ahhoz köthető. Gondolom a rokonjai vagy valami. Na mi ez itt? Már megint könyv? Újság. Egy lánygyász jelent is azt mondja, hogy egy csónakban volt éppen, amikor mohád, anyád moha elsüllyedt a közelében. Ó, de jó, elsüllyedt. Még egy nyom kéne. Valahonnan. Itt van, azt hiszem. Valami ott villog. Egy virág. Mindannyiunk hőse. Üdvözlőkártya a virágon. Nagyon fogsz hiányozni. Egy hős vagy mindannyiunk számára. Na most fejben össze kéne rakni a dolgot. Na nézzük. Hogyan halt meg a parton a lány? Ugye most itt a három legfontosabb dolgot kell kiválasztanunk. És itt alul mutatja a három rendőrjelvényt. Ugye egyet hibázunk, akkor levon egyet. Na nézzük. Mik a legfontosabbak? Kezdjük az újsággal. Ez tuti benne lesz, mondom. Akkor... bekeretezett kép. Azaz... Na szóval ebből adódóan elsüllyedt egy hajó, illetve volt egy szerencsétlenség. És azt mondja, hogy csokor, virág, tengerparti emlékmű. Üdvözlöm, nagyon hiányozni fogsz, egy hős vagy mindennyiunk számára. Na én azt gondoltam ki, hogy szerintem a csaj megmentette az embereket, és ezért ő meghalt. Ez a hölgy hős volt, rengeteg életet mentett meg, amikor Moha Manset gőzösen elsüllyedt. Gőzös? Gőzösen, jó van. Na, beszéljünk veled. Ez egy kislány, nem? Vagy nálam sokkal kisebb. Találtam valamit. Na, de folytassuk is az ügyünket.
Igazából eddig annyi derült ki, hogy a gyilkosunk egy kapucnit viselő kékszemű emberke, aki a tett helyen nem vett észre egy lányt, aki megszökött és a templomba ment. Igazából most oda tartunk, és nagy valószínűséggel a gyilkos nem vette észre. És igen, nem említettem meg a városkát, ahol most vagyunk, az egyértelműen Szálem. Ismerős lehet a boszorkány történetekből, meg mindenből. Ha itt volt egy kameramen. Átnézem az életem. Csak te tudtál mosolyogni, bírni. Ez volt a feleségünk, aki meghalt. Legelső kis bevezető videóba láttuk. És azt is megtudhattuk, hogy nem mindig voltunk jó fiúk. Mert elég sok börtön tetkó van rajtunk, életünk során folyamatosan megkaptuk őket, és nézzük, mi van a templomban. Igazándiból lövöldözős részek nincsenek a játékban. Egyedül a démonok elől kell menekülnünk. Azokat meg 2-3 gomb lenyomással meg tudjuk ölni. Szóval tök egyszerű, ezért is mondtam, hogy túl könnyű a játék. Illetve a nyomozásokat is szerintem egy 5 éves simán kirakja. Ha most már valami lelkeket láttam, hogy mi volt az. Most egy ilyen helyen szerintetek van démon? Mert én nem hiszem. Na, a sok ember szelleme. Itt van egy veréb. Nem tudom, hogy jött ide be. Pap beengedte. Akkor itt van egy ilyen... Itt a pap, ahogy beszélt a csajjal, aki látott minket, hogy meghalunk. Úristen! Mi az a nyom, ami még több információval tudna szolgálni erről? Hát nem is tudom. Most egyet kell kiválasztani, ilyen sok közül? Nem is tudom, mi legyen. Az egyetlen nyomom. Sérült fal. Sérült fal az biztos nem, mert én estem neki. Baxter keresi a lányt, azt se hiszem. Szemtanú fotója. Nézzük ezt. Nem jó. Picsáva. Ennek nincs köze a templomhoz. Könyv a szellemekről. Küzdelem jelei? Nem hiszem. Rejtőzködő szemtanú. Homályos fotók. Templom. De hülye vagyok, bazd meg! Milyen egyértelmű, nem? Én meg rámegyek egy másikra. Legalább látjátok, hogy lehet hibázni is azért. Szinte olyan könnyen ott volt a lehetőség, hogy persze, hogy elhibáztam. Pap mondta neki, hogy maradjon a tetőteremben. Na, fel kéne oda menni. Ó, mi ez itt? Még egy ilyen geciség. Na most, hogy lehet vajon felmenni? Átmegyek a falon, megnézzük. Ó, még egy démonjuk. Kellett az ide. Begyűjtjük. Ebből is valami gyilkosságnak lehetünk a szemtanúi. Ó, most komoly. Mindenhol ilyen szarok vannak. Megnézzük, mi van itt. Bassza meg. Át megy rajtam. Azt hiszem így lehet átmenni, ha minden igaz. És nem fog beszívni. Aha, tök egyszerű volt. Ki is szállunk. Kösz, haver. Ez mi akar lenni itten? Már is kijöttünk. Oda fent lehet a padlás. Szevasz, macska. Ezek elvileg látnak minket a macskák. Keres utat a tetőre. És hova ment a macska? Lehet, ha meg kéne szállnom. She's right about his mother.
Mondjuk ezek nem segítenek, szerintem. És a tiszta potya. Itt volt egy emberke. A csaj. Felfelé, kérdőjel. Ó, mi vagyunk a macskák. Ó, mekkora vak vagyok. Itt kell bemenni. Még egy fűrész. Na csak öt kell. Mi a fene? Ó, ott egy démon. De örülünk neki. Valahogy ki kell kerülni. Elbújunk az asztal alá. Há, ennyi. Észre se vesz. Most az fog lenni, hogy gyors kiszállunk belőle. Nem is kellett. S plusz egér. Látjátok, ilyen egyszerű megölni egy démont. De tényleg, ennél egyszerűbb már nem is lehetne. Na nézzük, mit tudsz. Honnan szalasztják ezeket? Azt hiszem, megtaláltam szállam igazi boszorkányát. Hú, de jó. Micsoda frappáns volt. Próbáljunk meg felmászni. Aha, itt is van az átjárunk. Erre. Valami lámpát látok. Na hát gondoltam, zsákutca fele megyek. Ez a folytonosan visszatérő játékokba dolog. Nem mondod... Ja, kijutottam, jó van. Na most fel kéne valahogy jutni vele. Ami nem lesz egy egyszerű feladat. Szerintem. Hiába macska. Meg kell találni a felvezető utat. Eddig jók vagyunk. Folyamatosan szellemi entitások vannak. És igen, maga a történet szerintem kiváló alapanyag. Másszunk fel. Na, még egy féregjük. Juss a tetőtérbe. Na jó van, itt vége van a macska járatnak. Itt a csaj. Most gondolom, ki kell deríteni, hogy ki ez és mit keres itt. A Zemós. Úgy van, rúg meg. Tudnom kell, mire jött rá a szemtanú. Azért először körbenézek. Na. Befolyásolás. Mivel vehetném rá, hogy a haranggyilkosra gondoljon? Nem is tudom. Most így hirtelen. Kutatógyilkos, az egyetlen nyom. Rejtőzködő szemtanú. Nem hiszem. Inkább a másik. A lehetséges célpont. Sikerült. Húzzál kifelé a fejemből. Mi lát ez? Médium? Vagy mi a tököm? Ácsi, te látsz engem? Ez is egy újdonság. Eddig még nem volt egy médium se, aki látott minket. Már előbb tudtam, mint te ember. Lassú a felfogásod. I just found the perfect little helper. What is it with you guys and my family?
Helping the cops do their job is not some privilege. It's a trap. I'm not your informant, your partner, or your friend. I don't owe you anything. You owe me. Én tartozok neked, meg a faszom. Yeah, I get it. You're tough, okay? But you're not tougher than him. You saw what he can do. He's coming after you, or someone close to you. Whoever he wants dead is lucky to still be alive. Hát ja, piszok szerencsés, hogy nem vette észre az a hülye gyilkos. All you have to do is answer some questions. Mert elég sok embert már kinyírt, rajtunk kívül is. Look, I'm sorry. What happened to you was horrible. You saved my life, so... Ó, de zavar ez a háttam mögött lévő dübörgés. Mire jött rá a szemtanú? Jó van, tudnom kéne. Kérdezzük. Miért keresett téged a gyilkos? Nem lehet ám kattintani. Követtem azt a rohadékot a lakásodba. Miért keresett téged? Az anyádat? Mit keresed volna nálad? Láthatatlan. Így is van, anya, nem mindenki szereti a Rivalda fényt. Ismered a gyilkost? Have you ever seen my killer before tonight? Do you have any idea who he is? Ja igen, a rendőrök azt is mondják, hogy az egyik rendőr lenne a gyilkos, mert elég rossz a viszonyunk vele. És egy nagyképű faszkalap. A halálunkkor is mondott eléggé ércelt szavakat, szóval ő is lehet a gyilkos, de nem hiszem. Édesanyádat kereste? Ezt hogy érted? She's like me, but she found a way to make a respectable living off of what we can do. Living that probably turned her into a target. Emiatt vált célponttá. Na, azt mondja, hogy... Hol van most édesanyád? So where's your mom, kid? Probably... Valószínűleg hajott. Hajott? Jó van, halott. Aranggyilkosnak. Biztos köze van ahhoz. Lehet, hogy csávó ma esti feltűnés és ez bizonyítja. Harangos gyilkos. A fűrészek után azt találhattuk volna meg, vagyis annak a történetét. De valószínűleg nem fogom megkeresni már a maradék fűrészeket, ami azt hiszem 4 darab volt. Ha jól emlékszek. Miért nem itt élsz? Ott élsz. Na jó van, faszom. Túl sok a kérdés most már. 3. Szemtanú anyja eltűnt. Megszállok! Der is fényt a tanúra. Na jó van, szerintem ennyi lenne ez a videó. Nem tudom, hogy csinálok-e még. Attól függ, hogy mennyire jött be nektek ez a kis rész. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!